kóstoltátok már a Pivo pizzáját, bizonyára ismeritek ezeket a fantasztikus ízeket, de attól, hogy mitől is ilyen különleges és milyen kedvezményekkel, meglepetésekkel vár a Pivo titeket tavasszal, Szejzen Mátét kérdeztük. Mi a ti hitvallásotok, hogy mi az, ami különlegessé teszi a Pivót, hogyha arról beszélnél először? A hitvallás, hogyha a pizzáról beszélünk, akkor talán azt gondolom, hogy a minőségre törekszünk mindenáron, még a megnövekedett árak ellenére is. Ragaszkodunk hozzá, abból nem engedünk, bevált a recept és amit képviselünk, úgyhogy ezen az úton megyünk tovább mindenképpen. Azt gondolom, ugye, ami az egyik szlogenünk is lett, hogy Szeged legsajtosabb nápolyi pizzája. Azt gondolom, hogy ez továbbra is megállja a helyét. Van egy ilyen kis tábla Pivónak egyik és másik oldalán, amivel kifejtjük, hogy hogy is alakult ez a Pivós pizza, hogy született meg. A gyerekkori mindenki által elképzelt sajtos pizza és a modernkori autentikus nápolyi pizzát ötvöztük, és így lett ez a nagyon sajtos, számomra különleges nápolyi pizza. Nápolyi pizza. Mitől lesz egy pizza nápolyi? Mi az az alapanyag, vagy mi az az elkészítési mód, ami megkülönbözteti a nápolyi pizzát a többitől? Hát elsősorban talán a lisztet mondanám, hogy nyilván az alapanyagok és a hirtelen hőkezelés. Ugye ez a 430-450 fokon másfél perc alatt készre kell, hogy süljön a nápolyi pizzának. Talán ezek a titkos összetevők, mondjuk így, de hát nem titkosak. Bárkinek nyitott az ajtó, hogy próbálkozzon vele. És ha jól tudom, hogy ti az alapanyagokra is nagy gondot fordítotok, nem a sarki közérből szerzitek be őket. Minden Olaszországból jön, nyilván valami magyar nagyker közvetítésével, viszont a lisztünket sikerült elérni, hogy magyar közvetítőt, magyar nagykert kikerülve most már egyenesen Olaszországból, az üzemből, gyárból érkezik hozzánk ide a Pivóba. Ez konkrétan a gyárból megérkezik ide hozzánk, aztán pedig sütjük belőle a pizzát a szegedieknek. Ha már tavasz, akkor készültetek is valami újdonsággal, meglepetéssel a vendégeiteknek. Csináltunk egy áprilisi akciót, ez hó végéig tart, nevezzük Happy Hours-nak, ez 3 és 6 óra között, minden egyes pizza mellé egy pohár szabadon választott sör jár. Ki lehet használni az alkalmat, kiülni a teraszra, úgyhogy lehet élvezni a jó időt, a pizzát és a sört.